Az új autóban manapság már elég jónak mondható audio rendszereket találhatunk, viszont sokak számára a jó nem biztos, hogy elegendő, ők a tökéletesre törekszenek, és erre lehet egy teljesen jó megoldás, a meccs erősítős processzora, amit számítógépről parametrizálni tudunk. Úgyhogy egy ilyen készüléket fogunk a mai alkalommal beszerelni a Hyundai jóvoltából ebbe a csodálatos n os i30-as gépkocsiba. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Gábor az Autós Navi-tól, tartsatok velem ez alkalommal is. Ahhoz persze, hogy ezt a praktikus kis erősítőt be tudjuk építeni, a megadott rögzítési pontokról csavarokat el kell, hogy távolítsuk, és hogy ezt a panelt levesszük, akkor előtűnik a légbeömlőnek a két csavarja, amit hogyha ugye kiveszünk, akkor férhetünk csak hozzá a rádiónak az alsó rögzítési pontjaihoz. De ugye ezzel, hogyha ezt kivesszük, még nem tudjuk kivenni magát a rádiót, úgyhogy hozzá kell, hogy férjünk a tetején lévő rögzítési pontokhoz is, amit két csavar fog ez alatt a műanyag takarólemez alatt, amiket ha eltávolítottunk, akkor már ki is tudjuk húzni a fejedséget, és hozzáférhetünk azokhoz a csatlakozókhoz, ami közé be kell majd iktassuk az erősítőt, hiszen ez az erősítő plug and play beszerelési lehetőséget kínál, ugye ezt a két távcsatlakozót kell majd kihúzzuk, és ami nagyszerű ebben a kis erősítőben, hogy tényleg kicsi, kompakt mérettel rendelkezik, és hát nincs túl bonyolítva, mint látható, egyetlen egy rendszer csatlakozó az, ami itt az oldalán megtalálható. Van egy autorimot On-Off, aminek azért van jelentősége, hiszen maga az erősítő a hozzáadott kábelkötek segítségével képes akár külső rimot jellel bekapcsolni, tehát egy hagyományos rádióval is üzemeltethető, de ilyen komplex rendszereknél is, mint jelen esetben a Hyundai-nál, hogy a gyári fejegységben nincs remote szál, tehát nem tudjuk mivel bekapcsolni az erősítőt, következésképp a készülék hangszoló jelszintre is el tud indulni, és hát a mellé adott kábellel, tehát ez az Y kábellel meg tökéletesen tudjuk illeszteni a gyári rendszerhez, és hát számos autotípushoz rendelkezik a gyártó ilyen kábel készlettel. És ha mindent összedugtunk, akkor már tényleg csak egy van hátra, hogy el kell helyezzük az erősítőnket, illetve hát a kábel köteget a műszerfalon belül el kell vezetnünk az erősítő helyéig, amit jelen pillanatban a Hyundai i30 esetében, ugye a keszitartó mellett lett levezetve a kábel, és a fűtésbox alá ott volt egy üres felület, ahol is gyakorlatilag egy ilyen csodás tépőzáras rögzítési megoldással lett a kárpitra rárögzítve, hogy ne tudjon jobbra-balra ficegni, de teljesen jó stabil pozícióba sikeredett elhelyezni az eszközt. Amire még figyelnünk kell az erősítő beépítésekor, hogy a megfelelő Keresztmetszetű tápkábelt próbáljuk meg használni, hiszen az autónak a rádió csatlakozójáról is kaphatna akár tápot, viszont ott azért viszonylag vékonyabb vezetékek szoktak lenni. És hát ugye ezt a 20-25 amperes tápellátást nem biztos, hogy ez bírni fogja, úgyhogy jobb a biztonság alapon, mi behúztunk egy vastagabb kábelt a biztosíték táblához, ahonnan is egy úgynevezett táplopóval sikerült. Megoldalunk egy 20 amperes biztosítékon keresztül az erősítőnknek a tápellátását, és az azért is jó megoldás, hiszen az autónak a gyári pozícióban lévő biztosítékja is megmaradhat. És még mielőtt összeszerelnénk az autót, érdemes leellenőrizni, hogy valójában működik -e a készülék, itt a kis zöld visszajelző led mutatja, hogy igen. És ha minden működik, akkor már csak a készülékhez kapott USB kábel segítségével, számítógéppel össze kell, hogy kössük az erősítőt, ami láthatóan a csatlakoztatás után rögtön felismerés kísérje, milyen para méterekkel rendelkezik az erősítőnk, és ezek után már csak egy dolog van hátra, mégpedig a beállítás, ami talán a legizgalmasabb része az egésznek, amihez a program több opciót is kínál, de elsőre talán a legpraktikusabb, hogy egy mérő mikrofont helyezünk el az autóban, amivel is akár önbeállításra is képes a rendszer, de természetesen akár magunknak is be tudjuk egyénileg állítani a 30 sávos parametrikus ekolézer segítségével 25 Hz-től 20 kHz-es tartományban a nekünk tetsző beállítást, és ezen felül természetesen lehetőségünk van a különböző bemeneti jelszinteknek a szabályzására, beállítására, be tudjuk állítani a kimeneti jelszintünket, hogy milyen frekvenciatartományt keverjen, hova, tehát rengeteg beállítási lehetőségünk van, amivel élhetünk ennek a rendszernek a használatával. Csatornánként be tudjuk állítani a kezdeti frekvencia természetesen be tudjuk szabályozni a frekvencia menetünket, tehát milyen meredekséggel is induljon el, amit rögtön utána látunk is a grafikus EQ Vizuális megjelenítésén, és ha minden szükséges bemeneti paramétert beállítottunk, akkor az Autoset gomb megnyomásával már a mérőmikrofonunk el is kezdi a munkát, és detektálja azokat a pontokat, amik esetlegesen problémásként jelennek meg a frekvencia menet tekintetében. Természetesen kiválaszthatjuk azt is, hogy mely hangszorok. Legyenek mérvadóak az autóban. Jelen esetben próbáltunk csak az első hangszórókra fókuszálni, tehát az el, hátsó kettőt azt kikapcsoltuk, és ennek megfelelően a kezdeti kapott értékekből a rendszer elkezdi az automatikus beállítást, amit természetesen a későbbiekben még akár magunk is felülírhatunk és változtathatunk rajta. Ez a beállítás egy gyártó szerinti legoptimálisabb hangzásképet próbálja nekünk biztosítani, és ha itt az EQ felületön felül megnézzük, akkor talán egy halvány szürkében látható az a menet, aminek lennie kéne, és ez a fehér-piros vonalak gyakorlatilag eltérnek, nyilván egy picit feljebb toljuk, tehát ráigazítjuk magára erre az optimális frekvencia menetre, akkor jobban látható ez a differencia, és hát ehhez képes tudunk némileg módosítani az EQ beállításokon. Úgyhogy, mint látható, rettentő, jól parametrizálható ezzel az öt csatornás erősítővel, akár egy ilyen gyári, viszonylag egyszerűbb rendszer is, tényleg ég és föld a hangzásbeli különbség, amit most sajnos nem fog tudni nektek megmutatni, hiszen gondolom a mérőjelre annyira nem vagytok kíváncsiak, és az így bemért és beállított adatokat el tudjuk menteni természetesen egy fájba, amit utána bármikor vissza tudunk tölteni erre vagy más autóra, és az ezután meghallgatott zenéket pedig ilyen szerzőjogi problémák elkerülése véget, megmondom szintén nem szívesen mutatom meg. De tervben van már véve természetesen egy olyan videónak a készítése is, ahol a szerzőjogi problémák elkerülése véget olyan zenékkel készülök, amivel meg tudom mutatni a gyári alaprendszer és egy ilyen erősítős processzorral feltuningolt rendszer közötti hangzásbeli különbséget. Mint látható volt ebbe az autóba viszonylag egyszerűen beépíthető ez az erősítős rendszer, köszönhetően annak, hogy a meccs készülékekhez számtalan autótípushoz kínálnak plug and play Y kábeleket amivel tényleg csak össze kell dugnunk az adott rádióval, illetve le kell vezetnünk, el kell helyeznünk az erősítőt az adott helyre, ahova éppen sikeredik beraknunk, nyilván ha megtaláljuk hozzá, és nyilván autó és autó között azért számos különbség lehet, hogy hova lehet elraknunk, de ezek a kábelek jellemzően ilyen egy méter hosszúságúak, úgyhogy a műszerfalon belül valami helyet biztos, hogy fogunk tudni neki találni. Hogyha tetszett ez a kis tech videó, akkor kérlek benneteket nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, hogyha szeretnétek hasonló termékbemutatókat, termékteszteket, tech videókat, autóbemutatókat, autóteszteket látni, akkor a legegyszerűbb mondja még mindig, hogyha itt lent feliratkoztok YouTube csatornákra, én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi. Ne felejtjétek, megtartom én itt az Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma, további szép napot kívánok! Sziasztok!